A következő kísérletünkben arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen módon érdemes domboldalban növényt termeszteni. Ehhez segítségül két üvegkádat fogunk használni, ezekben pedig egy-egy kis terepet alakítottunk ki. Az elsőben néhány növény felhasználásával egy egyenes domboldalt hozunk létre, a másik kádunkban pedig egy teraszosan kialakított domboldalt szintén néhány növény felhasználásával alakítunk ki. A kísérletünkben a domb tetejére vizet fogunk juttatni, és megnézzük, hogy a növénytakaróval védett domboldal hogyan viselkedik mind a két esetben, illetve a két tál között mi lesz a legfőbb különbség. Ha megfigyeljük a kísérletünknek a végeredményét, akkor azt tapasztaljuk mind a két esetben, hogy ahol növényt helyeztünk el a domboldalban, az a terület az megmaradt. Tehát a víz az elkerülte ezeket a területeket, pontosabban nem is elkerülte, hanem nem mosta le ezeket a domboldal területeket, vagyis a növények azok megkötötték mind a két esetben. Viszont, hogyha a domboldalnak a pusztulását veszük figyelembe, akkor megfigyelhetjük azt, hogy a teraszos művelésnél sokkal inkább megmaradt a domboldalnak az eredeti mi volta. Igaz, hogy itt is elmosta a lezúduló víz, de sokkal inkább megmaradt a teraszoknak a kialakítása.